nem felé indulnak el, és Rain az, aki a kezdeményezést vállalná. Vishal? Voxik nem hagyja neki. Hova nem fogják egymást látni. Hát úristen, Voxik. Mi a fene? Nem figyel rá. Isha le tudja lőni Olofot. Nem számolt Voxikkal, és Guardian tud-e valamit kezdeni az ember hátrányos helyzetből, hiszen módban van. És hallja is, hogy jön Guardian valaki. Hallja, de Voxik az ügyesebb. Már nagyon szép négyken. Ott a negyedik. Kijön van összesen ebből három a Guardiannak. Olof közben pedig el is hullik. Hát és megvan a negyedik. Kellett neked mondom, hogy nem fregelnek. Hat. Meg is van. Rain elhullik. Bejáratot. Kerigen. És ha nem vette észre, így szép itt a féz. Még van egy füstjük 40 másodpercnél. Jó cselem. De Rain beindul. Megkezdi a fregelést. És el is indult CT mögé kerülni. Nagyon szép kis támadás lehet. Ez meglepeti a HR-t. Hogyha a Rain bemegy, akkor a Guardian... Hát nem bírom a neveket ilyen gyorsan mondani, hogy itt esik. És közben Kerigen az, aki... A peak advantage az Voxiknak kedvezett. Faze visszaforszol, két CZ-s ugrik, de már két játékos is meghal, Death Fox és Angel tud fegelni. Guardian húzhat el, illetve Kerigen is kevés HP-n. Voxik a legrosszabb pillanatban scope-ol el, de Rain-t meglátja. Mert 2-4-re kellene támadni a Faze-nek. Guardian ettől függetlenül belövi Voxikot az AK-47-essel, és jelent belőle fel a Kerigenre, le is tudja lőni, a bomba esik. Guardiannak kellene egy V3-at hoznia. Pozíció nem a legjobb. Hát AWP-je van. Hát Foxot lőheti el. Hogyha nem vigyázik. És jár ez az idő. Guardiant már valószínűleg nem fogják onnan kiszedni. Tehát hogyha is a véletlen oda pinc pöccinteni azt a granátot, de ő homokban helyezkedik. De nem így. Lentivel nyit. Most már triplával, illetve mire kimondom, már 4-essel, Zero maradott 1v5-ben, 8-7. Lehet, hogy legszorosabb fél idő, amit ebben a játékban el lehet érni. Már számítanak a védekezőt, Olofmeister tud fregálni. HP-ra kerül. Voxik ugrik ki CT-re. Guardian ki tudja lőni a füst mellett. Eddig nem alakult úgy jól a HR-köre. 3-5-re viszont már bent vannak röviden. Rain tudják kiszedni, bomba lekerülhet, Nico érkezhet védeni, Isáról van információ, az Zeroról szintén. Nico elhullik, Isa nagyon szépen kiszedte. Neki kellene meghúzni itt a váratlan, Isa közben tud még egyet legelni, Death Force közben fejeli Guardiant, és mire kimondom Isa, belőle a másik két embert is, nagyon szép pisztolyköt láthattunk tőle. Tehát lehet meg az entry az a desertigül le, hogyha elcsípi Guardiant. Már pedig elcsípi, nagyon szép boxik, így kell. Vakító, illetve egy füstgránáttal. Ugye elhullik, Death Force ezt nagyon hamar visszalövi, így kell. Az évben lőheti le a fomokos játékos, meg is történik. Death Force hullik el Kerigentől. 3-2-re kerülhet le a bomba. Érkeznek be a játékosok, Kerigen hullik el egyből. És Nikót is kifejlése. Nagyon nagy teljesítményt láthatunk tőle jelenleg. Érkeznek a HR játékosai, a füst, minden gránát. Nincs olyan kifélszedni Nikót, Kerigen ezt megbosszulja. Kerigen most már duplán, a bomba el is esik, ez pár másodperc előnyt fog jelenteni. Kerigen áttolja a füstöt, Foxot megöli, illetve nem öli meg, 12 HP marad. Isra tudja még időben lelőni Kerigent. 3-3-ra kellene megvédeni a HR-nek ezt a lerakót. HP-ban rosszabbul állnak, illetve gránátjuk már nincsen. Bomba viszont ki van rakva banára, ahol két T-játékos is helyezkedik. Isa pedig a site-ról el tud vinni magával egy embert, és még életben is tud maradni. Olof ma is csak most tudja visszalőni. Sok ideje nincs, és keresztűzbe Zero és Death Fox megoldja nagyon szépen. T-védő, két A-védő van jelen pillanatban, és a HR elindul nagy sebben lóval be. Kerigen nem tudja megállítani Death Foxot, sok HP-je nem marad. Rain az, aki visszalőheti, és Death Fox elhullik.
Aztán utána Isra és Angel is szerez egy-egy killt. Fogalmazunk így. Hol? Isra az, aki kiugrik mindjárt. Olof nyakába pont. El is hullik. Isra fregel. Bocsia, zero volt. Igen. Angel, mi fejesek? Nagyon szép. 1v4-ben 1v2-t alakít ki. Innentől már elég hosszató a kör. Bomba lekerül. Nagyon hamar. Angel. Meg is történik. 1v1. Viszont nem hiszem, hogy nem számolt vele, de Angel. Kerigen hibázott. Angel pedig kihasználta ezt is. Nagyon szép 1v4-et láthattunk tőle. Nikolnak közül pedig a lábát lövi el Voxig. A Lof pedig tud fregelni házban is átlövi el. És Nikó elég előre tolt a banánt. Most kezd el visszavonulni. Most kéne egy gránát oda. Banán tetejére. Vagy... Voxik az, aki Guardiant lelövi. Vagy épp ez. Nem értem, miért rétenzük árakon. Angel el tudja húzni Kerigent. Ez nem annyira szerencsés Nikóéknak. Nikó a fishben van. Hang alapján majd le tudja lőni ellenfelét. Nem, Voxik tartja a fishtöt. És nincs lehetősége a phase-nek. Mennie kell előre. Olof jön ki építkezésről. Rain ez, aki utána tart. De inkább megáll az ajtóban és két oldalra próbálják kiszedni ellenfeléket. Dead Fox! Lof marad egyedül. 1v3-at kellene hoznia. Vagy ezt a pályát bukja a phase. Igen, és hallották, hogy itt zoomolt. 16-10. Mennek a monók, jönnek a füstök. Nikó, te jó ég az a fejes. Olof megkapja viszont a sajátját is eltol. Nikó a plantert le tudja lőni, ez nagyon fontos. 2v3. Kerigennek nem sok kerete van, Guardian hullik el. Egyedül maradt is a. Körbevették, Kerigen az, aki ha nem figyel, akkor hamar meghal. Most van egy USP Isának. Aztán utána Isát le is lövi. És az, aki jön ki ajtón. Körbenéz mindenhol alaposan. Az Guardian szedik ilyen embertelenül. Olof Meister állítja még útjukat. Kerrigan meg van az információ, hogy középen van. És már Olof Meisterről is. Humbert Foxy fogja édesíteni. És gyorsan befejezték a kört a HR tagjai. De igazából hátba lőttik mindkét játékost. Két alkával viszont problémás lehet azért ez a phase. Rainre jó a vakító, azért azért nem néz ki. Második vakító is jó, közben Voxik pedig a kellő a Guardiant levi le. Rain-t is kivégzik. Rofmeisternek kellene kimenteni ezt az Alkan 47-est. De még ez sem jön össze. Esélyt nem hagynak, hogy egyáltalán lőszer elhagyja azt a fegyvercsövet. Nikónál én még nem túl gyakran láttam AWP-t. A phase-ben egyébként gyakran lehet nála látni a második AWP-t. Legtöbbször nála, illetve Olofnál és Kerrigannél, de legtöbbször Nikónál egyébként a másodikat. Így nem szokta rá. Az a molotov pedig az utolsó másodpercben égeti el. Igen. Olofot. És Kerrigannek van egyedül defkitje. Egy emberről már tudják, hogy rakón van, az biztos. Ja, Kerrigan... az a fejes Zero-nak, te jó ég. Nem lesz szépen csinálni a sebességgel mennek. Foxy ott van. Az Kerrigan, nem áll. És se húzhatja meg megint, amit meg kell, és meg is húzza. Ja, nem tud kijönni. Aztán Zero jön. Kerrigan megy a vakító. Foxy be is lövi. Foxy. Tehát Foxy is behúzza. Bombát tudják rakni. Guardian van CT felől, és Rain az, aki nagyon nagyot kerülve, de ott maradt kocsinál. Csak fegyvereket akarnak elvenni igazából, az ötlet jó is lehet egyébként, mert pénze nincs a HR-nek. Egy irányba kellene menteniük, és akkor sok fegyvert tudnak elbukni igazából. Tehát most keres magának valami jobb fegyvert adná az UMP-nél, meg is találja ezt az M4-est. De bocsánat, nem, tényleg itt jön mellette. Szép volt az a flash. Egy 2v5-re kell támadni. És nincs az, aki meglepeti. Ellépte magát, már Nikó tart is rá, de hibázik. Megvan neki Olof Meister.
Több nincs. Nikó. Nikónak mindegy milyen fegyver. Most az USP-t választotta. Nem is tudom. Egereket cseréltek, vagy én nem tudom. Hát csúnyán fogalmazva bekapcsolták a monitort. De nyilván nem erről van szó. Picit összeszedték magukat. Olof az, aki megjárhatja. És meg is kapja Voxicton a fejesét. Jönnek be B irányába, headshot boxnál. Guardian és Rain is tud egyet-egyet ölni. Zero sisa is. Bomba lekerülhet nagyon simán, és még akár nyert is, nyert kör is jöhet. Bomba akadályozza ez a monotó. Igen, és Kerigen jó pozícióban van, hogy ez a gránát jól lesz, beül. De a bomba előtte lekerül még. Igen, Zero-t így viszont elejtették. 2-2-re foglalhat vissza a phase. Kerigen heavenben van, míg CT-ről Nico érkezhet. Hát is Kerigen kapott egy gyönyörű fejest. Angel pedig nem látta füsszínén Nikót. No zoom? Á, nem. Nikó hibázik, de Isa is. Nikó még egyet misszel, de Isa már azért többet nem. Nagyon szép kör volt. Kikkel összugták. Hát, Nikó most, most gyorsabb volt. Nikó már háromnál jár a körben. És Guardian a másik VP-vel leszedi Zero-t, egyedül maradt Isra. Rain viszont itt van, és 9-6-tal zárják a fél időt. Tereki rövidet Nikorról nem látnak rá. Isra vak, úristen Angel, mi az a fejes? Isra tud duplázni. Aztán Guardian, az a desert mit művel? Angel, ez Angel. Nem kell egyszerűen. Angelnek nagyon kevés élete maradt. Időt kellene húzni, de Guardian megöli, ez így jó lehet. Rainnek kellene 1v2-t hozni, a bombát éresíteni próbálja, illetve csak fékel. Zero fellövi, Oxyk viszont már nem hagyja magát. 5000 már. Mégis meg tudjuk tartani a pénzt. Közben Voxic gyönyörű szép VP-vel. Duplázik már. És megvan már. Rain is. Zero megérkezik segíteni, a bomba esik. És ez Zero látta, és már második játékos, tett fog személyében, már érkezik is csatornából. Egyedül is maradt árakokon boost-on. De így, hogy megvan a bomba, neki is se kellene ott maradnia. Én a kérdés az, hogy mit próbál most ezzel kezdeni a phase? Hát valószínűleg inkább csak menteni, mert innen nem minden, hogy bárki ki tudná szedni azt a bombát. És Angel. Negyik támadó felsorakozik A-nál. És elindulnak, számolnak-e Isával? Nem, úgy tűnik, hogy nem, de... Isá viszont sokat hibázik. Na, csak már van azért a dupla, illetve most már a tripla. Az elejét nagyon elrontott, de a vége viszont nagyon szép volt. Szerintem azt várta, hogy az autókamera átváltson rá, mert amint átváltott utána már nagyon szép volt. Jönnek előre. Zero szépen. Nem fogsz, aki visszafele tart. Kerigen már vele nem számolt. Guardian még meg tudja jönni Deadfoxot. Egy HP-val. Hát idejük 10 másodpercük van, Isa pedig már érkezik hátulról. Guardian pont most fog benézni, kérdés, hogy számít az oldalra. Nem. Isa volt a gyorsabb, Olofnak kellene 1v3 szintút hoznia. Zero meg lesz neki. Bizony. Az, hogy akad be Zero-nak. Isa is belövi. Szerintem egyikünk is erre számított egyébként. Én meg is mondtam, hogy nagyon szívesen odaadnám a HR-nek a mindkét mapot, de örülünk, hogyha egyet megszerez. Ez a szemben most már a második meccsmattal tartanak. Fel tudja szedni a néz, mert például a Guardian felveszi, közben Nikó pedig egy nagyon szép antapot oszt is állnak. Én a Stangernek, a Deadfoxnak is, mi a fene? De egy AWP-t itt sem adnak a phase-nek, és nem is tudnak majd venni. Plusz egy pontja megvan a HR-nek. Majd találkozom, mert 4 pontot biztos összeszednek, és ahogy mondja, szakkommentett a társam, Voxic kezdi a fegelést. És független attól, hogy most miden vagy ánt kell alkotni, megy és besegít. Zero ide közben már kocsihoz vonul. Na mi lesz itt? Erős HR védelem, attól lesz a kérdés, hogy mennyire tud betámadni, mert ezt a phase, mert fogsz tud kezdeni. Nico válaszol, hogy Zero is belövi magáért, Guardian is megérkezik, Death Fox őt is lelövi. Angel visszedik, és Olof is meghal, 16-12. 6 ponttal távozik a High Razors.